emlékezés a vadászházban, online egyeztettek a fejlesztésekről, kutyát mentettek a megye tűzoltói, mezőőri járulék. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 1-én 18 óra 5 perckor. Január elején a koronavírus fertőzés szövődményeiben elhunyt Szabó Ferenc, korábbi országgyűlési képviselő, a Földművelésügyi Minisztérium egykori főosztályvezetője. A nemzetközileg is elismert vadgazdálkodási szakembert életének 68. évében érte a halál. Tisztelői, egykori munkatársai emlékeztek meg róla Karcagon, a Nagykun Vadásztársaság udvarán álló kopjafánál. A napokban elhunyt Szabó Ferencre, a Földművelésügyi Minisztérium egykori főosztályvezetőjére, a vadásztársadalomért dolgozó kiváló szakemberre emlékeztek a karcagi Nagykun Vadásztársaság udvarán lévő kopjafánál. Szabó Ferenc korábbi országgyűlési képviselő, kiváló vadgazdálkodási szakember, vadászati szakember, nagyon sok szállal kötődött Karcaghoz, az Alföldhöz. Ő abonyi lakos volt, Budapesten dolgozott képviselőként, illetve utána évtizedeken keresztül, mint osztályvezető, főosztályvezető, vadgazdálkodási szakember a Földművelésügyi Minisztériumban, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban dolgozott, azért, hogy a magyar vadgazdálkodás megfelelően szabályozott keretek között, törvényi háttérrel kellőképpen alátámasztva történjen, a magyar vadászat a világ élvonalában legyen. Szabó Ferenc nemzetközileg is elismert, kiváló szakember volt a vadászatban, azon a szakterületen, amelyet annyira kedvelt, a magyar vidékért, a magyar vadásztársadalomért dolgozott, és most sajnálatos, hogy elveszítettük. 68 évesen életereje teljében, tele tervekkel, lendülettel, egy igazi temperamentumos, csupaszív ember volt. A karcagi vadászok is sokat köszönhetnek neki, még akkor is, hogyha kevesen tudják azt, hogy milyen jogi háttér kell ahhoz, hogy legyenek jól lehatárolt vadászterületek, vitamentesen használható területek, milyen keretrendszer kell a vadásztársaknak, mint egyesületeknek a működéséhez, és miképp lehet ezt összeegyeztetni a gazdatársadalom, a környezet és természetvédő, a lakosságnak az érdekeivel és szempontjaival. Ennek a megfelelő jogi környezetnek a kialakításában dolgozott ő tevőlegesen is, illetve a vadásztársaságok területeinek, vadászterületeinek a kijelölésében, ezzel kapcsolatos szervező munkában hosszú éveken keresztül. Fájdalmas veszteség számunkra, és emlékét mindig meg fogjuk őrizni. Hubay Imre Csaba, a karcagi Nagykun Vadásztársaság elnöke a vadászok nevében idézte fel Szabó Ferenc alakját. Szabó Ferenc urat legalább 40 éve ismerem, és az ismerettségünk kezdete óta mindig jó kapcsolatban voltunk, mindig segítőkész, jó szakember volt, volt rálátása a vadgazdálkodásra, a vadászat szervezésére országosan, és a későbbi beosztásából adódóan igazságosan tudta elrendezni a vadász területek sorsát, a vadász társaságok sorsát, és valamennyien bizalommal tudtunk hozzáfordulni, mindig segítőkész volt, és mindig megtalálta megoldást a legnehezebb helyzetekre is. A vadásztársadalom nem egy egyszerű társadalom, és hát mindenki a saját érdekeit igyekszik előtérbe helyezni, és a Szabó Feri barátom úgy tudta integrálni, úgy tudta rendezni a dolgokat, hogy mindkét fél, vagy éppen ha több fél volt szó, mind a három fél megnyugvással vette tudomásul azt a megoldást, azt a lehetőséget, amit baráti alapon vadászási szemlélettel valamennyiünk számára eredményesen meg tudott oldani. Mindig bizalommal tudtunk hozzáfordulni, és ha bármilyen gondunk volt esetleg a vadgazdálkodás során a pályázattal, a területtel, a vadállománnyal, a fejlesztési lehetőségekkel, mindig mögénk állt, mindig segített mindenbe, és megütközött olyan kérdésekbe is, amelyek esetenként mások érdekeit
vilt érdekeit sértette, és mindig lehetett őre számítani, és fájó szívvel emlékezünk rá, hiszen még köztünk lehetne, és amikor értesültem azzal, hogy elvesztettük Szabó Feri barátomat, ez nagyon súlyos érzéseket váltott ki bennem is, vadásztársaimban is, és a karcagi vadásztársaim azok ismerték, tudták, hiszen ha valamilyen problémát meg kellett oldani, akkor őszintén nyíltan tudtuk elmondani, hogy milyen problémába kértük a segítségét, és mindig volt megoldás. A mi vadásztársaságunk az egyik legnagyobb vadásztársaság az országban, és amikor a legutóbbi területkiválasztásról volt szó, akkor is egyértelműen állt mellettünk, elismerte a mi munkánkat, a mi vadász dolgainkat, és ez nagyon jól esett nekünk, hiszen egy apró vadas vadászat, vadászterületről van szó, nem egy nagyon gazdag terület, de látta, érzékelte, tapintotta azt, hogy az itteni vadászok puritán módon ugyan, de urai a helyzetnek, és igyekeznek legjobb tudásuk szerint jogkövető módon vadászjasan sportszerűen megoldani. És ő is mindig nagyon sportszerű volt velünk, példaértékű az a cselekvés, az a munka, amit folytatott, illetve amivel segítette a mi munkánkat. A későbbiekben már, a 2000-es években egyre közelebb kerültünk egymáshoz, szakmai szempontból, emberi szempontból is, és példamutató volt részünkre az a magatartás, az a sportszerű dolog, az a sportszerű hozzáállás, amit mutatott felénk, amit realizált, illetve mi mindig bizalommal tudtunk hozzá fordulni, még a nehezebb kérdésekben is, szinte olyan atyáskodóan barát volt és segítőkész. Köszönjük szépen! Mi, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság tagjai egy kis emlékhelyet létesítettünk a vadásztársak emlékére. Nem gondoltam akkor, hogy az ilyen szoros barátságban lévő vadásztársamat is itt búcsúztatjuk, de nagy bizalommal tettük, nagy elismeréssel tettük, azért, hogy az emlékét örökké meg tudjuk őrizni, fel tudjuk említeni, azokat a cselekvéseket, amelyeket folytatott, azokat el tudjuk beszélni egymás között, emlékezve az ő nagyszerű életpályájára, életteljesítményére, amit nyújtott a magyar vadászat számára. A jelenlévő koszorút helyeztek el a kopjafánál a nagyszerű vadász szakember emlékére, valamint egy-egy tölténybe helyezett üzenetet írtak, amit eljuttatnak majd a családjának. Egy nagyon szomorú, de mégis felemelő érzés itt lenni, és a Karcagi Nagykun Vadásztársaságnak egy nemes kezdeményezés az, hogy van itt egy olyan kopjafa, ahol az elhunyt vadásztársakra emlékeznek, ott helyeztük el a megemlékezés koszorúját, és a mostani járványhelyzet miatt sajnos a temetésen nem lehettünk ott, majd el fogjuk jutatni a koszorút, illetve hát az ilyenkor szokás szerint ajándékba adott, vagy emlékül adott feliratos töltényhüvelyeket is, amelyekben kis üzenetek vannak papírra felírva. Kiemelt fejlesztési prioritás, hogy erősödjön a megye tiszántúli területének versenyképessége, tájékoztatta televíziónkat F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő. Online egyeztetésen vett részt F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere, a Nagykunság és a Tiszató aktuális területfejlesztési és területrendezési feladataival kapcsolatban Huba Imrével, a megyei közgyűlés elnökével, a választókerület polgármestereivel és a megyei önkormányzat területfejlesztési szakembereivel közösen. Az elkövetkező években több mint 10 milliárd forint nagyságrendű forrás érkezik térségünkbe a versenyképes Magyarország operatív program keretében a gazdaság élénkítésére, iparterületek fejlesztésére, turisztikai beruházásokra, közlekedési infrastruktúra fejlesztésre, a települések lakókörnyezetének és alapszolgáltatásainak fejlesztésére. Emellett további jelentős hazai és uniós források érkeznek a Magyar Falu programon, a Kreatív Régió Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán, a különböző turisztikai programokon és egyéb uniós operatív programokon keresztül. Jó hír, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye 2021-2027 területfejlesztési prioritásai között kiemelt helyet kap a tiszántúli térség versenyképességének növelése.
Február 26-áig társadalmi egyeztetés alatt áll a Jász-Nagykun Szolnok megyei területfejlesztési program 2021-2027 című dokumentum, amellyel kapcsolatban nyitva áll a véleményezés javaslattétel lehetősége önök előtt is. A dokumentum elérhető a www.tfi.jnsm.hu internetes oldalon. Az észrevételeket közvetlenül megküldhetik a Kovács Sándor Parlament @gmail.com címre, vagy a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat felé az elnök@jnsm.hu és a tfi@jnsm.hu e-mail címekre. Áll a képviselő úr televíziónkhoz eljutatott közleményében. Most következő híradásunkban arról számolunk be, hogyan mentették meg megyénk tűzoltói egy kerékbe szorult kutya életét. A kutyust a megyei tűzoltók szabadították ki. Szóval ez volt az a felni, amiben a kutya fogságba esett. Ezen a lyukon keresztül lukta be a fejét, és a tűzoltók segítségével sikerült ezt a részt kivágni, így sikerült a kutyát megmenteni. Váratlan vendég kopogtatott szombat este az önkormányzati tűzoltóparancsnokság laktanyájának ajtaján. Az aggódó gazdi házi kedvencét, Tücsök nevű kutyáját hozta magával, akinek a feje egy kerék közepébe szorult. Este még kiengedtük a kutyust pisilni, és amikor be akarta édesapám hívni a kutyákat, akkor sajnos az egyik nem jött be, aminek mi gyorsan a nyomára is indultunk keresni. És a késő esti órákban vettük észre, hogy hátul a hátsó kertben a kiskutya beszorult egy felninek a lyukába, és azután hívtuk fel a család jó barátját, Varga Tamást, aki a Tiszaföldvári tűzoltóparancsnokságnak a munkatársa, és ők javasolták, hogy vigyük be a parancsnokságra a kutyust, és ők segítettek, hogy megszabaduljon a kerék fogságából. A tűzoltók megvizsgálták a lehetőségeket, és végül sarokköszörű segítségével tágították ki a felni közepén lévő nyílást, amelyből a kutyus biztonsággal ki tudta húzni a fejét. Gyors helyzetfelismerést végeztünk, átgondoltuk a dolgokat, először is hidraulikus feszítővágó berendezés segítségével gondoltam megmenteni a kutyát, de viszont biztonságosan nem tudtuk alkalmazni az eszközt, mert nem tudtuk rögzíteni a felnit. Így egy hagyományosabb módszerrel, sarokköszörű segítségével szabadítottuk ki a kutyust a fogságból. Hát ez egy jó 15 perces történet volt, mire épségben a kutyát kibírtuk szabadítani, természetesen odafigyelve arra, hogy a kutya ne sérüljön, letakartuk, illetve nyugtattuk. Szerencsére Tücsöknek az ijegységen kívül semmi baja nem lett, és gazdájával hamarosan hazatérhetett mesterszállásról lévő otthonába. Műsorunk utolsó részében a karcagi polgármesteri hivatal aljegyzői iroda hatósági csoportjának felhívása következik a mezőőri járulékkal kapcsolatban. A 2021. évi mezőőri járulék megállapításához a Karca közigazgatási területén termőföldet művelő természetes személyek és jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a használati jogosultságukat igazoló dokumentumokat, nyilatkozatot, amennyiben az adatokban változás történt, az elmúlt évhez viszonyítva legkésőbb 2021. február 5-ig dobják be a karcagi polgármesteri hivatal aulájában elhelyezett urnába, vagy postai úton küldjék meg a karcagi polgármesteri hivatal aljegyzői iroda hatósági csoport 5300 Karcag Kossuth tér 1 címre. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a borítékra minden esetben írják rá mezőri járulék. Felhívjuk figyelmüket, hogy a határidő lejárta után érkező változás bejelentéseket a Karcagváros mezei őrszolgálatról szóló 14/2013 5.31. önkormányzati rendelet értelmében a tárgyévet követő kivetésnél vesszük figyelembe. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!